Kakasdon mindig is fontos szerepet töltött be Szent Anna ünnepe. Ilyenkor gyakran a szomszéd településekről is érkeznek hívek, illetve a helyi nemzetiségi egyesületek is részt vesznek az eseményen. A falu hitéletében minden évben kiemelt helyet élvez a júliusi búcsú, hiszen a település javarészt római katolikus vallású. A mai nap, hát ez hagyományként ápoljuk, ez a Szent Anna napi búcsú. Ugye tudni kell, hogy itt a svábok építették a kápolnát, Anna napkor tartották a búcsút, és a búcsú ugye nem csak az, hogy elmegyünk körhintázni, elmegyünk a nagy forgatagba, hanem általában a szentmisével kezdődik. A mai szentmisén is Szent Anna énekkel készültünk, és így indul a napunk, így lesz teljes, és úgy gondolom, hogy az Anna, Szent Anna példaképünk, nagyszülőknek felelősségünk, hogy a nemzedéket, az utódokat, unokákat ilyen vallásos életre neveljük. Ebbe az évbe a székely kórus is részt vett a szentmisén énekkel, és hát igyekszünk mindenféle megmozduláson, mindenféle ünnepen, Szent Mihály napon, a falu napon, tehát próbáljuk magunkat mutatni, hogy vagyunk. A hagyomány szerint Szent Anna Szűz Mária édesanyja, vagyis Jézus nagymamája volt. Az év különleges a mai nap, mert elég sok helyen van Szent Anna búcsú, és amikor a Szent Annáról beszélünk, akkor először is azoknak, akik nem olyan vallásosak, azoknak szeretnénk mondani, hogy vannak példaképek. Ezek a példaképek a hősök, a különböző történelmi személyisége. De amikor mi itt a templomban nem hősökről beszélünk, hanem egy fokkal följebb lépünk, még hogyha ezt sokan nem is tudják, ez azt jelenti, hogy eszményképeink vannak. És az eszménykép az nem csak csodálattal néz, mint a hősökre, hanem utánozni akarja a kereszténységben, és amikor ezt mondom, hogy kereszténység, akkor nagyon sokan úgy gondolják, hogy a keresztből van, pedig a kereszténység az a krisztusi névből van, ezért mondják a németek is, nem az, hogy a keresztből, hanem Kristen, krisztusiak. Jézus Krisztusnak az eszményképéhez akarunk mi is közelebb lépni, és Jézus Krisztusnak a nagyanyja, a boldogságos Szűz Mária édesanyja, Szent Anna. És ha már így közelítjük meg, hogy Jézus Krisztus nagyanyja, akkor szintén eszményképként látjuk. Ezt az eszményképet látják azok is, akik betérnek a Szent Anna kápolnába. Itt a kápolnában is azt látjuk, hogy ott áll egy kislány egy édesanyja mellett, tartja a Bibliát a kezében, nem csak egy imádságos könyvet, a Bibliát, és a Biblia az mindig Isten üzenete. És a boldogságos Szűz Mária is már az édesanyja tanította a Bibliára, a Biblia összefüggéseire, az Isten szeretetére, és ezért a boldogságos Szűz Mária, ahogy elhangzott, az Úristen megvédte őt a megváltásban már, hogy ő bűn nélküli legyen, és ezért, amikor mi is rátekintünk, akkor mindig azt kérjük, hogy adjál segítséget, hogy a jót és a rosszat meg tudjam különböztetni, a jó irányába tudjak menni, és ne tapsoljak azoknak, akik rendetlenek és a rosszat akarják. Ahogyan ő odaállt Mária mellé, a mai szülők is odaálljanak a gyermekeik mellé, és ne csak azt kérdezzék, hogy mi lesz a 10 órai, mit kell megvenni, hanem abban legyenek segítségükre, hogy a jó és a rossz között mindig segítsenek különbséget tenni, hogy a jót tudják választani a mai fiatalok is.
A Szent Mise után agapéra hívták a résztvevőket, később többen kilátogattak a római katolikus templom melletti füves területre, ahol kirakodó vásár, körhinta, dodgem, ugrálóvár és láncinta várta a gyerekeket.